Hello srácok, ez a Gaming Is Fun, és most a Rainbow Six interjú sorozat hetedik részét láthatjátok, amiben egy nagyon sokat kért vendégem van, Follinus Gábor, azaz Folly. Szia, hogy vagy ma. Sziasztok, nagyon jó, és nagyon örülök, hogy itt lehetek, és köszönöm a meghívást. Én köszönöm, hogy elfogadtad. Tényleg nagyon sokan írták, hogy te legyél a következő, sőt már a második rész környékén is voltak ilyen kommentek, hogy folli folli, úgyhogy tényleg most megkapjátok ezt az interjút. Az első kérésem per kérdésem az lenne, hogy mutatkozz, belé szíves, ki vagy te, hol élsz, és mit érdemes róla tudni alapvetően. Hát akkor kezdjük is. Kovács Eszter vagyok. nagyon nem. Kovács hívnak. Ment, hogy 15 éves vagyok, de a Dohányboltokba és az első adminoknak csak 19, igazából Budapesten élek, nem tudom, hát most most kértem még igazából a középiskolába, szabadidőmet, szabadidő, uh, igazából ha nem játszik, akkor sportolásra, vagy barátaimmal töltöm, boxok, meg sárkányhajózok. Hát igazából ennyi. Oké, okay. Értem, köszi szépen. Szóval nálad is megvan az, hogy azért nyilván a fő irányvonal az esport és, a, és a gaming, stb. Viszont te is űzöl IRL sportokat, és vannak ilyen szabadidős tevékenységeid. Ezt már más is említette, hogy, hogy többen, hogy ők is szeretnek más hobbikat is űzni. És akkor, hogyha már erről beszéltünk, hogy Rainbow Six és Esport, akkor légy szíves, avas be minket, hogy hogyan találkoztál először a Rainbow-val, és mik voltak az első élményeid? Ó, hát ez nagyon érdekes, hát nekem volt egy, még annak, amikor tf 2 ztem követtem egy videóst, úgy hívták, hogy Muzelk, egy ausztrál videós, és rajta keresztül ismerkedtem meg a Rainbow-val. Hát nekem nagyon tetszett, én szerettem, és akkor pár szóban megemlítettem a szüleimnek, hogy hát nekem az nagyon tetszik. Karácsonyra meg is kaptam, és akkor utána egy öt nap, aki is próbáltam, azonnal imádtam. Az felemésztettem minden időmet akkor. Szóval amikor volt egy ilyen 800 olyan csébe, első rainbow, megfogtam, ott hagytam, azonnal minden, csak a rainbow végig. Ez ment egy két-három két, éven át, egészen mostanáig. Nagyon szerettem, nagyon élveztem, az én nem játszottam egyébként túlzottan jól, akkor még talán ilyen kopper voltam, na. na igazából a legtöbbet csak az zsúvalzgattam, az is számomra elég volt, meg nem is nagyon volt kivel játszanom. Sikeresen aztán találkoztam egy ilyen német kránnal, pedig barátkoztam, és rajtuk keresztül ismerkedtem meg, majd később egy, iz, egy izraeli baráti társasággal, akkor velük alapítottam az első csapatomat és utána kerültem az első magyar csapatba, és velük kerültem az első magyar bajnokságra is. Most összefoglaltad nagyjából, hogy, hogy a karriered hogy alakult, de akkor a arra kérlek, hogy egy picit részletesebben menjünk bele, tehát hogy egy-egy csapatban te mondjuk milyen szerepet töltöttél be, milyenek voltak a csapattársak, és hogyan tudtál egyre feljebb lépni mondjuk a kompetitív ranglétrán. Hát, érdekes volt. elint ugye az első végig német csapatom, nem is voltunk még igazán csapat, minket mi csak egy ilyen klám voltunk. Ö, nagyon szórakozásból játszottunk, és amikor ö, ugye összebarátkoztam az, az, izraeli csapattal, akkor velük találtuk meg, hogy első lehet menni community Hát nagyon vonzó volt, első nap mentünk is, első kupa, nagyon sok probléma, Mostól, wire kezdve, Windows frissítések, minden volt. De sikeresen, nem is tudom, 19 csapatot elértünk egy harmadik helyet, amit tök jó volt, nagyon örültem neki. Ö, és akkor utána... Na, ez a csapat igazából nem is volt annyira érdekes, nem, nem töltöttem sok időt, szerintem max. egy hónapot. És nem is volt, nem is skrimeltünk, nem is gyakoroltunk, nem is volt igaz a taktikánk, annyi volt, hogy öten összeálltunk, Zat körül voltunk, addig a már season 2 be és mentünk előre, azt csináltuk. Ennyi volt az egész. Nem, nem, is szerveztünk, még egy WhatsApp csoportunk se volt, semmi nem volt. Ez csak egy jó, jó tartottuk fenn a kapcsolatot, kész. Utána, amikor velük rankedeztem, összefutottam Robzáikkal rankedba. Hát, Robi nagyon szépen megalázott minket pulzzal, be is jelöltem, és akkor elkezdtünk barátkozni, játszottunk együtt pár rankedet, és akkor megkérdezte, hogy nem akarnék talán hatodik vagy hetedikként részt venni velük a magyar akkor nem is tudom, kapom, amit a, zene, amit a zeneszerző rendezett. Uh -huh. És akkor mondtam, hogy igen, tökre tetszett nekem akkor az izraeléket igazából nagyon, nagyon elhanyagoltam nem is játszottam már utána velük semennyit ők is igazából eltűntek és akkor elkezdtem Robéka játszani. Úgy nézett ki a line-up hú, de régen volt már ez, ez, ez még a... Wasted volt, vagy? Nem, ez, ez a too easy for Us. Hát ez még nagyon nagyon oh, régen. Uh -huh. Ez még 10, 16 nyara, 16 hát, augusztus. És akkor ez úgy nézett ki, hogy Robza, Eagle, Önadőr, Dandek, Venom és én. Wow. Így, így voltunk egy csapat. Dandek egész hamar egyébként hiesett, már nem is tudom, hogy pontosan hogy, meg mi is történt. Azért, hogy ő ő eltűnt a képből, és akkor megmaradtunk így ötem. Én nagyon élveztem azokat az időket, nagyon jó volt, sokat szólakoztunk egyébként, nagyon sokat is fejlődtem tőlük, mert hát akkor, akkor még két éve fiatalabb voltam, ugye 13 évesen, ők voltak akkor 20 párhányak, egész sok mindent el tudtam tőlük egyébként tanulni, nekem ez nagyon jól jött, és egyébként mindenkinek. Aztán ez sem volt egyébként annyira komoly, nem játszottuk magunkat hanárra, nem gyakoroltuk magunkat halára. De azért, azért mégis próbálkoztunk, mentünk első a kupákon, ugyanúgy, és egyszer volt, hogy komkapon, úgy értünk el 5.-6. helyezést, hogy nem is tudom, végig protestettük az egészet, egy meccset nem játszottunk be. Hát ezt nagyon, hát azt nagyon élveztük, nagyon jó volt. De ez hogy olyan csapatot ejtettünk ki protestel, akik közül most páran már, mondjuk Gonfi, ő mondjuk már az ENSZ-be játszik, és ilyeneket én, én Szóval vicces volt. Élveztem azokat az időket. Aztán március környékén volt az, hogy hát nem is március, úgy, úgy kezdődött, hogy bejött a Red Crow, ugye mindenkinek könnyebb volt, hogy elérni a Diamondot, mert 6000 pontról 3006 ot kellett ugye összegyűjteni, hogy elérjük. Így hát sokkal könnyűen fel lehetett jutni, én, én, is ugye feljutottam, addig ugye csak pat 3 volt a maximum, elértem, Diamondot sose sikerült addig, és ennek köszönhetően Találkoztam olyan játékosokkal, akik előző színűben is démen és sokkal jobbak, mint én. Én volt mondjuk szörbossz is vele, is, amikor 17. januárjában találkoztam, és akkor elkezdtem minden emberkel játszani, mert szerettem volna fejlődni, szerettem volna minél jobb lenni, és tudtam, hogy akkor lehetek, hogyha velük játszok. És figyelem őket, mit, hogyan csinálnak, hogyan gondolkoznak. A lövés része, most már nem sikerült tudom, annyira jól, de már fejben egészen jól összetettem a képet, és akkor. Szintén szörbosszom keresztül, mert be volt rankedezni, találkoztam Kriszpivel, most már Trejko, meg hívták már, hogy mindenhogy. Velem egy idős svéd gyerek, és akkor volt nekik is, hogy ketten kinyertük a csapatukból, és szerettem volna egy új 18 alatti csapatot csinálni. És megkérdezett, hogy mit szólnék hozzá. Ez volt akkor március környékén. Ők voltak akkor az Empire Esports a, az a zorg volt, az org volt, az Empire, aki egyébként Season 1-2-be még Amerikába pro csapatot kutatott. Nem tudom, hogy kerültek el egyébként ide Európába, meg pont erre a 18 as szintre, de tök jó volt egyébként. Be is éptem a, a csapatukba, robiek el kellett búcsúznom, ők utána nem is tudom, hogy ö, kivel bűvültek. Ö, ja tényleg, tény, de pontosan tudom, vele Game Night-on találkoztunk egyébként, és a, az otthoni szervezők, a Kaci mondta, hogy ő a headshot nagyon jó hát kos volt, és hogy érdemes lenne megpróbálnunk, hiszen kerestünk volna jó, jó játékosokat még a csapatban, hogy jobban tudjunk fejlődni. Ez a, a Tuesday forrás és akkor Game Night után két héttel léptem be a Chris Ott volt, tartozott az, hát az, a csapat egy hónapig, én azt nagyon élveztem, az nagyon jó volt. Ott volt először az, hogy Komkapon értünk el második és harmadik helyet úgy, hogy százas be és akkor még olyan ö, csapatok játszottak Komkapba, akik egyébként góffrokkal is játszanak, és góffrokkal is nyernek. Erős csapatok a közösségben, erős csapatoknak számítottak. Szóval számunkra az egy nagy siker volt, mert ők tényleg erős csapatoknak számítottak. És akkor ugye ez a csapat tartott egy sajnos csak egy hónapig. Kriszpi sajnos abba hagyta, ugye jó volt a csapatkapitány, ő tartott össze az egészet, és felosztottunk. Akkor nagyon sokáig egyébként, tehát csak így sodródtam, rankedezgettem, ismerkedtem. Akkor kezdtem el egyébként a Youtube-omat is, ami azóta nagy sikernek örvend. És akkor volt egy olyan, hogy május közepén megkeresett engem Pinkman, aki egyébként a Room Factory-nak volt a coacha. Nem akkor, csak később ő, ő keresett meg, hogy szeretne egy csapatot csinálni, és akkor nekedünk ki próbálni magamat. Mondom, sok el, ez tartott max. két hétig, semmi komoly nem volt, feldosztottunk. Viszont sikerült menni el, nem akkor éltem első kompkapját. Nag nagyon jó volt, annak nagyon ültem, nem volt nagy a bracket, szerintem csak olyan 20-an voltunk, de azt nagyon élveztem és nagyon nagy sikerélmény volt számomra. És aztán valahogy úgy a nyári sodródások közepette, júliusban megkeresett engem Robi, Robi meg Kombat, Ati, mert éppen, éppen nyaraltam, és akkor kérdezték, hogy nem vagyok -e otthon, mert hogy beszédük lenne velem. Nem, mondtam, nem. Az a és akkor majd pénteken beszélünk, így is lett. Az a mentem, felmentünk térsre, és mondták, hogy ugye, Fóri, nyerj, és erre van itt a lehetőség. Mondtam, tök jó, tök jó, tök érdekel. Ilyesmire vágytam. És akkor ugye úgy megszületett a cikk, és ugye azt uh, elsőleg ez célunk, ugye volt a Régemerszán, meg a Challenger League. A Challenger League kicsit necces volt ugye a korom miatt, de mégis szerettük volna, és uh, én is utána jártam, meg Dedi is próbált minden megmozgatni ahhoz, hogy legyen esélyem arra, hogy bekerüljek. Uh, ilyen volt például én, amikor után néztem, hogy volt uh, Brazíliában Gabino, talán így hívták, brazil játékos, 16 éves, és akkor játszott a Pain Gaming-nek, ami Prodi csapat volt, és ebből, ebből úgy gondoltam, hogy ha neki lehet, akkor, akkor lehet nekem is. De aztán neki uh, se tudja, hogy lehetette vagy nem. nem, nem kerültünk be, ugye nem kerültünk sajnos oda, akármennyire is lett volna. Sajnos ez a lehetőségünk elszállt, akkor augusztusban, de jött a Real Gamers. Hát mi ezt nagyon vártuk, Ö, egyben azért is, mert a srácok szerették ugye megnyerni, mert az előző az egy sajnos veszteséggel zárult. Ö, gyakorolgattunk rá, gyakorolgattunk rá, és akkor a, jött az a online-selejtező. Az pont nagyon érdekes korszak volt, mert ö, én mindig, mindig elérem azt, hogy amikor fontos lenne, hogy játszok, és észreveszem ilyen eseményeken, akkor el legyek tiltva a játéktól. Ez így volt akkor is és nagy nehézségek állán sikerült kiarcolni, a Dedinek, nek meg nekem, hogy tudjak játszani, és hogy bekerüljünk a EGMS LAN-ra. Érdekes volt. elérkezett a szombat, nagyon, nagyon izgultam, nagyon vártam ezt az egészet, ez nagyon jó lehetőség volt egyébként mindenkinek, tudtunk végre színpadon közönségedet játszani, brutális élmény volt. Odaértem, találkoztam a srácokkal, kezet fogtunk, váltottunk pár szót, Strike is hozta pár barátját, ott voltak a közönség, ott szurkoltat nekünk, megkaptuk a kis belépőnket, amire máig nagyon büszke vagyok, és ha jól tudom, te is. Így van, így van, itt loga a kommentátoros nyakbalkasztós kis viléta. Ö, és igen, és bevettünk, kicsit késve érkeztünk, mert addigra a Nice Gaming már, már ott volt, és ők már ki is pakoltak, mindegy, mi nyugodtan, mi is szépen odaérkeztünk, elkezdtünk kipakolni, mindenki kis perifériáit, na hát nekem akkor jutott eszembe, hogy srácok, hoho, én nem hoztam egérpadot. Még szerencsére, hogy nagy játszottam, és szervezőt tudtak adni egy ilyen nem is tudom, 10x15 centis egérpadot, tényleg egy ilyen fikányi, semmit, nagyon kicsi volt, de ennek ellenére is egyébként sikerült tök jó teljesítmény nyújtanom. nem, nem, fog, nem, fogott vissza az egérpad hiánya. Közönséget egyébként nagyon nagy élmény volt játszani, élveztem, volt benne, meg szóval a többiekben is egy ilyen kis teljesítménykész, hogy igenis néznek, igenis játszunk minél jobban, és mutassuk meg, hogy egyébként mire vagyunk képesek, és uh, talán lehet, hogy ez a mentalitás is egyébként hozzásegített a győzelmünkhoz, már az is lehet, hogy nem, ki tudja végül. Uh, végül a győzelmünk az, ha jól emlékszem, 5-3-ra 5 3, -3 zárult, uh, volt pár, vagyis az, els az első körökben nagy nagyon, jól jól mennekünk, de volt pár kör, amit hagytunk elúszni, de aztán sikeresen fejben összeraktuk, nagyon srácok, nem hibázhatunk, ugyanis oda kell figyelni. Én is megkezdtük az egészet szervezni, és akkor be is húztuk a egy vagy két kört, ami hiányzott a méhez. Ott voltunk, mint bajnokok. Uh, talán volt egy kis interjú, azt uh, Robi választott. a kérdésekre, két, két kínos, kínos két csinos kis csajattad az ajándékokat. <hállt> és, és ennyi volt igazából. Azt sajnálom egyébként, hogy csak egy pályát tudtunk lejátszani. sokkal jobb lett volna, ha esetleg végig tudunk egyébként játszani egy BO3-at, vagy mind a három pályát, vagy csak mind a kettőt, Persze a kettő kényelmesebb, de a három az idő, mert minél több idő, minél több ö, időt tudtunk volna tölteni a színpadon. Nagyobb az élmény, ugye? De í így, is nagyon örültem. Ezt a lehetőségnek, hogy volt ilyen, hogy ott lehettem, és hogy nyertünk is, persze. Én, én ezt imádom. Én is nagyon imádtam egyébként azt az az eseményt kommentálni, és furcsa volt egyébként, mert nem úgy volt, ahogy a, a mondjuk a Pro League lanokon, vagy a major hogy ami éppen történik a gépeken, az látszik a kivetítőn, vagy a, a, a nagy képernyőn, amit a nézők látnak, hanem négy perces késés volt, mert a Twitch streamet tették fel, a, a kivetítőre, és akkor így azt mesélte Sós, mint az én vendégem volt ott, és, és azt mesélte, hogy, hogy ti csendben ültetek addig, még vagy négy percig, nem tudom, hogy az igaz -e, és csak azután ünnepeltetek, megvártátok, hogy a nézők is lássák azt, hogy nyertetek, nem tudom, hogy ez hogy volt, mert azóta é. senkinek sem tettem fel ezt a kérdést még. Igen, igen, ez egy érdekes volt. egyébként, nálunk hát, is volt, megnyertük egy kört, ment az ökölpacsi, nézzük, hát srácok, itt még csak operátot választunk. Mondták is egyébként, hogy ne, ne egyből reagáljunk, szóval várjuk meg egy egyébként, amíg véget érnek a körök, amíg véget ér a meccs, de ja, vicces volt. És ez, ez nem hogy... volt nehéz, hogy így, hát lehoztuk ezt a kört, megnyertük az egészet, még üldögünk egy helyen, kicsit. De... <laughs> Na jó, hát ez to 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 a boldogság. Vicces, mert egyébként mondtam a szervezőknek, nyilván ők csak a szabályokat követték, mondtam, hogy Lanon semmi értelme a négy perces késésnek, mert nem tudnak veletek kapcsolatba kerülni külsős emberek, akik látják a kivetítőt, vagy otthon a streamet, de biztosra akartak menni, és ezért volt végül az, hogy még ott a színpadi kivetítő is késés volt. Um, ja, úgyhogy... Ez egy nagyon jó élmény volt részedről is akkor, részemről is. És sajnálom, hogy egyébként pont ma rendezik meg a Real Gamers 10, és hogy nincsen rajta Rainbow Six, csak egy kis ilyen ügy le az asztalhoz, aztán játszál. Valahol egy sarokban dolog, tehát nincsen közönség előtti stages lan reméljük, hogy majd azért valamikor lesz, meg ugye lesz majd az m azért az egy nagyon nagy durranás lesz, viszont akkor most még egy picit lezárva úgymond az eddigi Rainbow karriered, beszélj egy kicsit arról, hogy ezután mi volt a vágydal, és még a vágy utáni időkről. Ó, szóval a, a régi messz után volt egy volt ott egy, egy tök, tök jó korszakunk, tök erősek voltunk, indultunk goforokon, mértünk el ez egyébként szerintem a harmadik helyet, az nagyon jó volt, nagyon örültünk, nyertünk pár kompkapot, pár magyar kupát, volt egy ilyen virágzó korszakunk, ennek ellenére, amikor megkerekesett engem novemberben Cindy Crispy, hogy már nyáron egyébként visszatért a játékba, és akkor is elett, de mondtam meg, ki, hogy nem, nem, én most ezt szeretném csinálni, ezt szeretném építeni, ezt szeretném foglalkozni, de novemberben mégis beadtam neki a derekamat, mert ez egy érzelmi döntés volt, ugyanazt szerettem volna visszakapni egyébként, mint akkor áprilisban kaptam, de számomra a Tuesday for átmenni az Empire-be, később a be az nagyon nagy órás volt, egy hatalmas nagy boldogsággal töltött egyébként, és ugyanezt vártam ettől a csapattól, és egyébként meg is kaptam, de az egyébként nem volt szép tőlem, ahogyan azt a vádosra rendeztem. Nem, nem igazán léptem ki tőlük, nem igazán beszéltem nekik erről, hanem azt én ott valahol a háttérben sokan ezt megoldottam. Ez nem... Nem volt egy szép dolog tőlem, de aztán, aztán megbeszéltük, elváltunk, én mentem tovább ugye a subsistba. Ö... Hát, nem is, nem is emlékszem, ott, nagyon, ott jókat nyertünk, ott is pár komkapot, az igazi ugrás az a hút volt, ott a, az ottani roster mil, mil egész szült ki, és vele volt az, hogy sikeresen ö, nyertünk pályákat, vagy akár teljes skrimeket rólig, vagy akár challenger egész csapatok ellen. Akkor nagyon, nagyon Egyszer úgy láttuk, hogy igenis van jövőnk, igenis megéri ezt az egészet csinálni, hosszú távon az egészbe befektetni, lehet is volna egyébként a lehetőségünk kimenni egy francia lannra, de arra nem mentünk, mert nem sikerült azt a szervezni sajnos. Bár biztos nagyon élveztük volna, és biztos nagyon nagy élmény lett volna. De hát ez van, és akkor utána sajnos, ennek a jó időszaknak is véget ért, hogy így április táján elkezdett mindenki kevesebbet játszani. Annak ellenére, hogy nagyon jól men nekünk. És uh, talán májusban volt az, hogy hát Kiszpi azt mondta, hogy ennek itt vége szintén felosztott a csapat, mint múltkor, próbáltuk még pár hétig tartani, akkor minden lett a csapatkapitány, szereztünk is új játékosokat, szereztünk egy új orgot, a My revenge de nem, nem igazán voltunk már akkor motiváltak, nem igazán éreztük azt, hogy mi most ezt előről ezt szeretnénk kezdeni, hogy előről fel akarunk építeni a csapatot, ha nem szerettük volna folytatni az eddigi jót, az eddigi meglévőt. És hát ö, igen, az ott májusban május június elén abba hagytam igazából a Rainbow-t. Mondhatni uh, magánéleti okok miatt, vagyis úgy, úgy éreztem, hogy én most nem szeretnék ezzel foglalkozni, vagy szeretnék ezzel kevesebbet foglalkozni, de akkor az idő nem lenne elég arra, hogy én ezt tudjam versenyszerűen csinálni. És uh, most igaziból a, a rog ugye megkeresett, és igazából Bence keresett meg azzal, hogy nem, ez a kármikai kupa, és szeretnék-e velük menni. És akkor mondták egyébként azt is, hogy ha szeretném, nem csak a KMK kupát olyan velük végig, hanem hogy akkor becsatlakozni a csapatba, és, és állandó tagként a KMK kupa után, meg közben is, ugye, részt vegyek a csapatban. én meg erre mondtam, hogy jó, igaziból ez tök jó lehetőség számomra, és hogy akkor talán így tudnék ugye visszajönni újra a kompetitív siege -hez. És itt vagyunk most. Igen, elérkeztünk a jelenig. Um, hát sok sikert kívánok a, az új csapatoddal, a Roggal. Remélem, hogy nagyon sikeresen fogtok uh, majd szerepelni a KMK-kupán. Ugye tegnap, ahogy ezt a, ezt az interjút felvesszük, ahhoz képest tegnap legyőztétek a VS-ét 2-0-ra, ami ugyanha nem is a világ lényeg meglepetése, de azért mindenképpen egy, egy erős eredmény. Tehát egy. egy Szép eredmény, hogy ehhez gratulálok, és akkor most pedig beszéljünk egy kicsit másról, mégpedig a motivációról. Nem volt -e a motiváció még nagyon tév ma itt a csatornán? Azt hiszem. A legelső részben Blasford volt az utolsó, akitől megkérdeztem, hogy mi motiválja. Ö, ő viszonylag bézikebb dolgokat mondott, hogy egyre jobb szeretne lenni, stb. Ami egyébként mindig igaz, és, és természetesen ez mindenkire igaz, aki, aki motivált. De én itt inkább arra gondolnék veled kapcsolatban, hogy ugye te még nem vagy 18, és ugye még pár év van addig, emiatt a legmagasabb ligákban. Neked nem szabad szerepelned, és ugye még azt is említetted, hogy még külön utakon járva sem ö, engedélyezték. Hogy ennek ellenére mégis mi az, ami motivál és ö, a játékban tart? Hát, ö, nekem is ugye így volt elősz eleinte, hogy szerettem volna jobb lenni. Úgy volt a játék, tetszett, kipróbálom magamat. Mire tudok? Mire tudok menni? És akkor ugye, ahogy halmozottak a sikerélmények, rájöttem, hogy egyre, is, egyre többre és egyre többre vagyok képes. Kezdjük ugye a, az első, harmadik helyezésünknél, kezdjük arra, hogy nem, 1-ben ugye voltam bronz, season 2-ben már voltam plat. Ugye ez is nagyon hatalmas nagy ugrás volt számomra, és akkor meg volt, hogy jó, igen, és én ezt tudom csinálni, akkor menjünk előre, csináljuk. És nagyrészt nagy részt számomra a sikerélmény volt a motiváció. A, a komkapok, a, a rankedek, hát igen, a is a ranked kidek is, azt, hogy utána az hogy a kidekből videókat csináltam, és maga ez az egész, ahogy ezt én így felépítettem. Meg aztán voltak ugye a hosszú távú terveink, Pro League, a, az Avidity-val is, meg a hood is, ez volt egyébként a tervünk, hogy igenis mi akkor kihúzzuk három éven keresztül, és addigra megpróbálunk minél jobbak lenni. És ugye mondtam is, hogy a Hugdal, ugye Pro prodig meg Csillangyörgyi csóvatokat, ugye ez is egy töltet volt számunkra, hogy srácok, igenis meg tudjuk csinálni, igenis van helyünk ott. Vagyis úgy láttuk, hogy van, aztán élőben lehet, hogy nem így lett volna, de hogy akkor igenis van miért csinálni. És végig, végig, végig ez volt, ami egyébként motivált, hogy összhangban nagyon sokáig függtem is egyébként a szícs-től szóval kimondhatjuk, hogy valamennyire játékfüggő voltam, most már ez nem, nem jellemző, sőt egyáltalán nem. És még ha nem is akartam amikor játszani, akkor is leültem, akkor is csináltam, még ha kedvem se volt hozzá, még ha erőm se, még ha időm se volt. És itt, itt két-három éve elment arra, hogy ebbe a játékba én ezt beletettem. Közben persze foglalkoztam mással is, de ennyi igaziból. Ez akkor különösebben sosem zavart az, hogy lehetsz akármilyen jó, akkor sem tudsz igazából a legjobbak között játszani olyan értelemben, hogy Challenger League Pro League. Tehát te mindig csak azzal töröttél, hogy, hogy te fejlődjél. Ö, nagy részt, igen, ö, viszont egy az, az, fájt egyébként tényleg, vagy nem az, hogy fájt, csak zavart, és ezért is, ö, ezért, ezért se szeretem most egyébként nagyon a rankedet, mert ö, úgy Éreztem, hogy a csapatunkkal meg így alapvetően nem mindig tudtuk megtalálni azt a, az ellenfelet, aki mellett igenis tudunk fejlődni, aki mellett igenis uh, igazán uh, mondjuk kihívás lenne. Mert kikaptunk egyébként más csapatoktól is, csak nem mindig tudtuk uh, kamatoztatni mondjuk a tudásunkat. Szóval nem volt mindig lehetőségünk igazán jó csapatok ellen megméretni magunkat, és ez, ez zavart egyébként nagyon sokáig. Most már kevésbé, de mondjuk úgy, mint a rankeden is, hogy ez is zavar, amikor bekapok tatókat, Mert hogy lehet, hogy is jól játszanak, csak én nem ellenük akarok, én sokkal jobban, sokkal nálam sokkal jobban ellen szeretnék játszani azért, hogy megtanulnak játszani jól. Hogy tudjam azt, hogy egyébként én mit csinál, mit csinálok rosszul, mit csinálok jól, és mit csinálhatnék jobban. Érthető, abszolút, uh... Abszolút érthető, és uh, tényleg egyébként ez egy jó irány. És akkor uh, utolsó ehhez kapcsolódó kérdésem, hogy mi lesz vajon az MNB-vel, Magyar Nemzeti Sportbajnoksággal, a rock szempontjából? A rock szempontjából, hát ez egy érdekes dolog. Nem tudom, hogy a rognak mármint hogy most a olyan lánynak van-e ott, ugye, esélye, nem úgy értem, hogy nyerni, hanem egyáltalán részt venni, hiszen ugye kettőn is vagyunk, akik. <coughs> első adminok ne figyeljenek, 18 alatt vagyunk. És ez meg ugye egy szigorúan 18 pluszos kupa, egész nagy jel, Számunkra ez max úgy nézhet ki, hogy a rogból banzáj, Dogi, meg Kapcsi szerez maga mellé két embert, el tud Nálunk ez, ez így működhet. Tehát akkor azt mondhatjuk, hogy sajnos számodra, meg ugye Bence számára is a NEB Jelenleg az életkorotok miatt még nem elérhető, viszont attól függetlenül a rog lehet, hogyha addig szerez beugrókat, vagy akár állandó játékosokat is, akkor azért részt tud venni. És akkor most térjünk át egy kicsit másra, ahol egy összehasonlításra szeretnélek téged kérni, mégpedig, hogy mi a legnagyobb különbség külföldi és magyar csapatok között. Gondolok itt arra, hogy a kommunikáció ugye más nyelven megy, vagy bármilyen hozzáállásban van-e különbség. Szóval bármilyenet megfigyeltél, és úgy gondolod, hogy mondjuk ez a külföldiben rosszabb, ez a magyarban, ez a magyarban jobb, ez a külföldiben. Szóval ilyenekre, ilyenekre gondolnék. Hát ugye nagyon nagy különbség a nyelv, amit beszélünk. Ö, szerencsére kommunikációs problémáink sose akadtak, és ez is nagy oka volt annak, hogy külföldi csapatban játszottam, hogy megtanuljak minél jobban angolul. Napi szinte kellett használnom, napi szinte kellett érvényesülnöm, egyre jobb és jobb lett. Öh, különbség magyar és külföldi csapatok között van jó pár, nagyon is. Szóval, amíg öh, én mondjuk a Récs, amíg a magyar, a magyar csapatot nevezik, inkább át tud csapni egyébként Hiszti-be, addig öh, külföldön ez egy erős károm, káromkodás, és haladunk tovább. Nem minden esetben van így a magyarok társa, meg egyik se. Pedig azt tapasztaltam, hogy a magyaroknál a rage sokkal, sokkal negatívabb és sokkal inkább mérgezőbb tud lenni, mint külföldön. Persze, vannak kivételek, az is lehet, hogy nem így van. Legtöbbször én, én egyébként ezt így, így éreztem. Volt egyébként a récs, nem tudtam egyébként, hogy jövővel, de tényleg. Persze, Aha. abszolút. Um én ugyan külföldi teamben, mint isl nem játszottam külföldiekkel, de rankedet gyakran mentem úgy, hogy, hogy mondjuk Torden, meg Tontu vs meg mondjuk Viozának francia haverjai, vagy olasz haverjai, <coughs> ilyen Challenger league -esek. és akkor az volt, hogy meghal, és nem a játékot kezdi elszidni, meg az enemit, meg az egerét, meg a gépét, hanem, hanem így elfogadja, hogy oké, okay, lelőttek, és, és akkor így néha van egy kurva anyázás, vagy nem tudom. Igen, de az, a az Natív is, hogy... nyelven, de az is csak... Uh, van, hogy... meg! Igen, és akkor így ennyi, meg ú, uh, de szar vagyok, és jaj. Tehát, hogy... Szemez, ezt persze. ó, hogy... oh, meg estom, meg miért nem adja be, nem jó a net, mindjárt igen, így igen, igen a Viktort, igen. valamit, ilyesmit. Igen, igen. Szóval ez, de egyébként elkezdtem volna mondani, szeretem, hogy ez nem ilyen különbség, az csak inkább az életkorú miatt volt. Akartam mondani egyébként, hogy sokszor volt, amiket ilyen nagy látunk hozzá ezek külföldi csapatokkal, hogy hogy na, megmutatjuk, pofára estünk, mint állat. Hát, ez <laughs> vicces volt. Ö... Nem tudom, milyen, milyen különbség. Apen a például lég a légkör egyébként sokkal, ö, sokkal nyugodtabb tud lenni egyébként egy külföldi légkör, amit eddig én játszottam magyarban. Idegesen, nagyon, nagyon hamar felkapják a vizet, egyébként nagyon ötentő szókümjondóak, valamikor feleslegesen mennek bele, vagy feleslegesen csinálnak konfliktusokat, valamikor egyébként kellőképpen. De hogy nem is azt mondom, hogy, hogy különbség van a csapatok között, hanem ember és ember között. Még amit tudom, hogy a vágban egyébként volt, aki aki nem bírta annyira kritikát, és egyébként hisztisebb volt, addig azt tudom, hogy mondjuk ez ugyanúgy meg volt a külföldibe is. Az a spoil, a sport mondjuk ugyanilyen volt. Meg Kriszpi állandóan őt hordta le, de mindenért. Szóval, amit nem is ő követett el. Ő nem is játszott, akkor is ő volt a hibás. Utolsó kérdésnek mindig egy ilyen lazább témát szoktam feldobni, hogy te, ha Ubisoft fejlesztő lennél, akkor mit hoznál be a játékba, mit vennél ki, miket változtatnál, akár operátorok, pályák, vagy csak simán feature terén? Hm. Ez nagyon jó kérdés. Nem. Nem, nem szorgoskodtam soha azon gondolkodni egyébként, hogy mit adnék hozzá a játékhoz, hogyan tehetném jobbá. Inkább mindig csak panaszkodtam, hogy mit vegyek ki, mert ez már nem olyan, mint régen. Ha ott a egy Ubisoftnál, milyen jó is lenne egyébként, biztos vennék normális sok szervereket. Ö... én, én, ami nem biztos, hogy egyébként ez egy Na, ö... kedvelt nézet, de én visszahoznám egyébként az első évet. Én azt kezdem én most így előről. Most, ám... most indultam a játékot előről és akkor most tökre jelvezném. Mert én, a most, mostani, metával egyszerűen nagyon, nagyon nehezen tudtam lépést tartani, hogy ezt, meg már más egyébként a gondolkodásmód is. Ez tényleg változott nagyon sokat. És, és látszik egyébként, hogy amilyen ellenfeleket kapok, vagy régen, amikor esetleg bizonyos rangok ellen könnyebb volt játszani most már, ugyan nagyon És nem azért, mert annyival lettek jobbak, csak mások gondolkodnak, mint én. Én is és egyszerűen olyan dolgokat csinálnak, nem amit nem feltétlenül lesz. rossz, de igen, nem is meg. Szóval kiszámíthatatlanabbak lettek a játékstílusok egyébként számomra, és nem igen, nem igen tudtam ez alkalmazkodni, és ez az ahhoz, hogy már kevésbé játszom jól, mint mondjuk régebben. A régebbi metában sokkal jobban tudtam érvényesülni, mint most. Egyébként abszolút értem, hogy mire gondolsz, és mire próbálsz kiukadni. Azzal szoktam viccelődni egyébként, hogy uh, mondjuk uh, plat 1 lefelé lövöm gold 2-ig, aztán onnantól lefelé nem, mert fingom nincs, hogy ott mit szokás csinálni. Tehát, hogy kúszni a folyosó közepén a wire nem számítok rá, és lelőnnek, ha véletlenül mondjuk egy besoroló meccsen olyan enemit kapok. Vagy ilyesmi. Tehát ezen, <laughs> ezen szoktam is néha kiakadni, hogy te, te, olyan dolgot csinálnak az emberek, hogy nem is gondolok rá. Ahogy mondtad, ez nem feltétlenül rossz dolog. Jaj, messengerben. Elnézést. Uh, szóval. Ezt nagyon jó, hogy kiemelted, és uh, nekem is ezek az új meták, ezek a global ability uh, meták, ami ami újabban van, nem nagyon jön be. Tehát konkrétan White Noise-ban dia voltam, de viszonylag egyszerűen, és azóta egyszer sem, ugye azóta van Lion. Én egyszerűen nem, nem tudok úgy... Uh, uh, érvényesülni, hogy van ez a buffolt Blitz, amit ugye azóta már azért picit visszanőrföltek, Lion, Blackbird, tehát ez a sárga meta, ez tőlem nagyon távol áll. Én azt szerettem, amikor amikor tényleg a legnagyobb kiégés az volt rankeden hogy favellát dobott. Nem az, hogy egyszerre 50 millió Global nyomnak el rád, mert hív a Dokebi, követ a Jekyll, jön a Lionscan, fut felé a Blitz és tart a Blackbird. Tehát én, 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 is jobban szerettem a, annó, még amúgy ugye én ps voltam ráadásul, Red Crow az az egyik leg, legkedvencebb volt, bár ugye, ahogy említetted korábban, akkor a lentebb voltak a ranghatárok, viszont így is én, az, az sokat segített nekem is, mert én is jobb játékosokkal találkozhattam. Úgyhogy igen, jó, hogy ezt felhoztad. És akkor tulajdonképpen azt mondtad, hogy te inkább a játékra koncentrálsz akkor is, hogyha, hogyha nem minden tökéletes, tehát nem, nem próbáltad még sosem fejlesztő szemmel nézni a, a játékot, hanem mindig hát játékosként tulajdonképpen. Persze volt néha névéleményem, hogy ez szar, ez szar, ezt vegyék ki, ez egy, ennek legyen kisebb a damage-e. Ilyen véleményem persze, voltak, de ilyen teljes koncepciókat, mint nagyon sokan cselekre valamelyik tök jó, valamelyik kevésbé, annak nem, nem foglalkoztam, meg ilyen hogy talán milyen operátor kéne. Nem, ez nem, nem foglalkoztatott soha. De akkor, ha jól látom, azt kimondhatjuk, hogy a Gaming is Fun Counter Igen, abszolút. Az, az a szomorú valóság egyébként, hogy ugye volt egy nem, nem egy, ez így már rossz. Volt vagy három videóm, ami csak arról szólt, hogy a Lion miért rossz, mint Rainbowban ban egy, egy operátor. Olyan szempontból, hogy nem illik a játékba, ugye, VHFPS-ben, jaj de jó. Um, szóval egy csomót beszéltem erről a csatornán, de aztán úgy alakult, hogy a wow ban mégiscsak én voltam a Lion Main, mert mert IGL voltam, és igazából annyi volt, hogy amíg pusholtak a többiek, nekem el kellett nyomni a scan meg plentkor, stb. Szóval, <laughs> szóval igen, legrosszabb mé váltam erre a előző három hónapra, amíg uh, játékos voltam. Szóval vo volt olyan, ennek kapcsán be, be, is szólt tulajdonképpen, és teljesen igaza van, tehát mondtam, hogy úristen rankedre kihoz lion ki ez a tryhard, és aztán már néha észreveszem magam, hogy basszus van negyedik támadókör, és meg Intlion-t hoztam, de ti... Szörnyű, De ja, szóval én is régen, hogy mondjam, valahogy úgy több kedvem volt rankedezni. Most meg úgy van, hogy eh, jó, nyertünk hármat, akkor nem tudom, megyek csézni vagy ilyesmi, mert ott, ott úgy érzem, hogy régen többet számított a skill. Most inkább több múlik azon, hogy hogyan tudod kihasználni a utility-t, hogyan tudod jó időben elnyomni a Lion's Cant, ami egyébként ugyanúgy a Rainbow része, meg ugye alkalmazkodni kell folyamatosan a metához. Szóval, hogyha, hogyha valaki nem tud alkalmazkodni, az, az simán akkor nem kell ezzel a játékkal játszani. Csak annyi, hogy nekem személyesen jobban tetszett, és hogyha jól értem, akkor neked is a korábbi meták. Igen abszolút, amikor régen még mindenki az egybe akart érvényesülni. És nekem, nekem is ez a bajom egyébként, hogy megyek, megyek, be, és a, az ellenség már nem akar velem szembenézni, bár a tart egy sarokba tartja a szöget, hogy éppen úgy línál, hogy engem pont el tud lőni. Amivel én már nem, nem, nem tudok. Meg ugye azt se felejtsük el, hogy csak dlc és operátorként ugye már kettő ö, csapdás érkezett, én a csapdáknak se vagyok nagy híve, mert, mert ez mind olyan, hogy amikor amiatt halsz, nem amiatt halsz meg, mert a másik nagyon jó, hanem amiatt, mert mondjuk nem néztél le a földre, vagy hasonló. Tehát, ugye, meg, meg amiatt, mert például a DPI-od lemegy nullára az elemány miatt, ugye régebben abból nagyon nagy... Uh rage voltak még pro szinten is. De ez egy külön videó lenne, úgyhogy szerintem hagyjuk is most abba, majd lehet, hogy, lehet, hogy majd még beszélünk, sőt, remélem, hogy majd valamikor még beszélünk. Köszönöm szépen az interjút neked, Foly, nagyon örülök, hogy végre össze összetudtuk hozni ezt a videót itt a csatornán, és akkor elköszönésképpen légy szíves, mondd el, hogy hol találnak meg téged azok, akik szeretnének követni, vagy nézni esetleg a, a tartalmaidat. Hát jó, hát először is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, köszönöm, hogy itt lehettem, köszönöm, hogy az interjút. Nagyon szépen köszönöm a osztály, volt osztatásom mindnek, akik, aki a YouTube kommentekben végig támogattak engem, és nagyrészt ők voltak azok, akik írták, hogy interjú mikor lesz, interjú mikor lesz. <laughs> szóval tényleg nekik is nagyon hálás vagyok. Engem lehet Twitteren, Twitteren követni, foli Asona r talán, vagy csak foli R6, nem tudom. Folly r Igen, és van egy kis YouTube csatornám, még nem akkor, mint a gaming is van, de ez, van megszélozva egyébként. Uh, annak is csak annyi a neve, hogy Foli, és egy nagyon szép sárkány, még az egyik csapatom volt logója a képen. Ott, ott tudok követni, már rétettem ki videót, de közel, közel jövőben tervezek. Oké, okay, lent lesz mind a kettő link a leírásban, és akkor szurkolunk ha nektek. Tehát a csapatodnak a rognak, hogy minél jobb eredményeket érjetek el, akár itthon, akár pedig külföldi versenyeken. Úgyhogy további szép napot kívánok neked, és Hát Köszönjük további szép napot! Hello! When they go, we...